Nagy munkában vagyunk, most kivételesen nem a szomszédzú, hanem a férjem kint a teraszon csiszolja a korlátot másodszor. Én pedig ablakot tisztítottam, áztattam az orchideákat, lemostam a leveleiket, teljes a káosz. Igen, tudom, szörnyen nézek ki, hajpakolás van a hajamon, ami már jócskán rászáradt, miközben itt tevékenykedtem, csak gondoltam, bejelentkezem nektek, hétfő van, kezdjük el ezt a hetet takarítással, mert jó az idő, tavasz van, végre nem esik az eső, hát csodás hetet nektek, nekem meg kitartást, már is pihegek, kifáradtam, na mindegy, de aztán szép lesz a végeredmény. Folytatódik a káosz, egy kicsit átrendezem itt az íróasztalomat, itt is ki akarok takarítani, portörlés, meg mindenféle ilyesmi, meg átrendezem egy kicsit a dolgokat, úgyhogy, hát igen, férjem kint a teraszon dolgozik, mindjárt megmutatom. Hát eddig jutottam, sikerült egy kicsit rendbe szedni a dolgokat, úgy, ahogy én szeretem. Hát nyilván, hogy egy kicsit kicsi az asztalom, mert hát ez a digitális rajztáblám, ezt még nektek nem is mutattam, nem is beszéltem még róla, de majd fogok. Itt kellene, hogy legyen a laptopom előtt, de nem tudom ide helyezni, mert nem nagyon fér ide. Szóval, na mindegy. Valószínű, hogy a fülhallgató még ide fog kerülni a falra, és akkor egy picivel több helyem lesz. Hát szóval így sikerült az íróasztalomat elrendezni, nagyjából mindennek megtaláltam a helyét, szóval hát ilyen lett. Ennyit változtak a virágaim az előző felvételek óta, amit ugye márciusban készített. Most április 21-e van. Tart a terasz felújítás, még nincs kész. Csak mutatom a virágaimat, hogy azóta mennyit fejlődtek, és milyen gyönyörűek lettek. Játszintok már sajnos elnyíltak, de helyettig itt vannak a gyönyörű tulipánok.
Na kérem szépen, mossák előttünk az utat, úgyhogy egy szavunk se lehet. Nem tudom, mennyire látszik, hogy megy előttünk egy kamionszerű és mossa az utat. Valószínűleg azért mossa az utat, mert itt építkezés volt, és hogy felhordták az útra mindenféle törmeléket, ezt, azt, és hogy valamelyik nap voltunk az Aldiban, és sikerült vennem mentát, citromfüvet, meg rozmaringot. Nagyon régóta szerettem volna már ezeket megvenni, és most sikerült, úgy örülök neki, és olyan szépek. Olyan szépek a színek. Este van már, 8 óra. Gyönyörűek ezek a színek szerintem. De ma sem tudtunk kint semmit csinálni, mert egész nap esett, most hagyta abba. Így a virágokat kicsit összeraktam, de ennyi az egész. Citromfámat is most már kihoztam, remélem, hogy jó lesz neki itt kint. Tavaly is itt volt. És vettük még ezt a 1,5 literes Bacardit, ezt a fűszeres rumot, amit maga Jack Sparrow és a Karib-tenger kalózai is megirigyelhetnének, mivel ez egy 1,5 literes üveg, de hát mivel készülünk egy kisebb partira, így majd kelleni fog ez is. Jövök a gyógyszertárba, mert elfogyott a kortizonom és ki kell váltanom. Meg egy picit megmutatom nektek itt a mi kis falunkat. Ez itt egy éjjel-nappali volt. És nem egyszerű a sétálás sem, mert tiszta, dimbes, dombos. Lehet, hogy a kamera nem is adja annyira vissza, mint amennyire valójában. Oké, hogy lefelé lemegyek.
De hogy jövök vissza fel? Nincs annyi levegőm. Ez itt egy másik kis üzlet, ahol ilyen mindenféle dolgokat árulnak, cukorkák, képeslapok. Szép virágok a ház előtt, hál' Isten senki nem bántja. És ott is a virágok az ablakban, jól mutatnak. És ugye a szomszédunkban a virágüzlet, ahol most nem túl sok a kínálat, sokkal több virágja szokott kint lenni, biztos még korán van. Templomunk. Ez itt a helyi cukrászda. Az ott egy étterem. Van egy kis szökőkutunk és a központban. Gyönyörű tulipánok, csak már egy kicsit meg vannak viselve. Az eső állandóan verte őket. De szerintem gyönyörű színük van. Egy kis tájékoztató tábla a turistáknak. Nagyon sokan jönnek ide a hármas határ miatt. És akkor ezen a térképen egy kicsit el tudnak igazodni, hogy mit merre találnak. Van egy hentes üzletünk is. Ott szorgoskodnak bent az emberek. Van egy cipős és táskás üzlet is. És hát persze van egy kocsmánk is, ami még nincs nyitva. Ez itt egy kozmetikus üzlete. Álnyugalom megzavarására alkalmas képsorok következnek. Sajnos nem volt időm hajat mosni. Elszámítottam az időt, meg aztán délelőtt rengeteg e-mailt kellett intéznem, meg telefonálnom kellett, mert millió egy terminem van a kórházba. Nyugodjál meg, a napszemüveg nem azért van rajtam, mert divatozok, hanem azért van rajtam, mert másképp nem tudom a szemem kinyitni. 21 fok van, jó meleg van. Most tankoltunk Hollandiába, és megyünk át Németországba. Megyek a DM-be, mert rendeltem csomagot. Úgyhogy találkozunk Németországban. Kávézás a barátoknál.
voltunk a jó öreg oroszboltban, most voltam a DM-ben, felvettem a csomagot, és most pedig ülök a kocsiban, mert várom a férjemet, beugrott az Aldiba, kell még egy kis saláta a május elsőjei ebédhez, valami kis paradicsom, káposzta, ilyesmi, és utána megyünk is haza. Elfáradtam. Hazaértünk, és kezdtem kipakolni, úgyhogy most megmutatom, hogy miket vettünk. Az ott egy roskenyér, az a kék címkés, smoky, aki tudja mi ez, az tudja, hogy ez mennyire értékes itt a messzeségben. Rizses csoki, volt citrom leárazva, ilyen 4 darab van benne, 69 centért, mert már lejárt a szavatossága, vagy mit tudom én, mi baja van rajta, két pötty. Készítettem belőle gyömbéres limonádét, amit most mindjárt szépen meg fogok inni az egészségetekre, meg persze az enyémre is. Egy grillfűszer, fokhagyma, por, tisztósajt. Vettem 3 zsírt, megint egy csomó almát, uborka, és ezek magvak a kenyérhez, amit majd sütni fogok, meg amit szoktam itthon sütni, aztán majd megmutatom a húsokat is. Vettünk még 1,5 kiló darált húst, vettünk egy gyönyörű szép darab szalonnát, majd ezt fogok felszelni a grillre, ez ilyen karaj, vettünk 2 szelet próbálni a grillen sütni ilyen fűszeres szalonnán, meg ilyen zöld fűszeres, azt hiszem, hogy nyakas tarja, vagy ilyen valami lehet, és még vettünk zöldségfélét az Aldiban, úgyhogy ez volt a mai körút, nagyon elfáradtam, de még ezeket fel kell szelni, és el kell csomagolni a hűtőbe. Voltam a szomszédasszonynál a virágüzletbe, vettem tőle pár virágot, és kaptam egyet ajándékba, ezt, és ezt most kint elültetem. Főpróba a május elsőjei sütögetés előtt 2 nappal, hogy működik-e. Hát úgy tűnik, hogy elég jó lesz, majd megkóstoljuk. Na, sziasztok! Megpróbálom elmondani a gondolataimat, ami nagyon-nagyon nehezemre esik, ugyanis május 1-e óta beteg vagyok, ami hétfőn volt, levegő, kedden már 39,3 volt a lázam, nem ment le, se lázcsillapító, volt itt törölközős vizes borogatástól kezdve minden, kedden orvos, kaptam antibiotikumot, meg lázcsillapítót. Hát, ennyire sikerült magam felhozni, onnan a sehonnan, a lentről. Mindegy, nagyon
szarul vagyok, de megígértem nektek, hogy meg fogom ebben a videóban mutatni, hogy mi is a nyeremény, hogy miért is játszatok. Ide hoztam magam mellé. Hát ez lesz a mostani nyeremény, amennyiben megosszátok, meg teljesítitek a feltételeket, amit itt a videó alatt megtaláltok, meg az előző videóban is elmondtam, meg ott is leírtam. Szóval ez egy aprító, amihez tartozik egy mixer is, meg egy botmixer, ez a kis edényke, amiben tudtok mixerelni, vagy botmixerelni. Én nem nyitom ki, mert ez így originál le van ragasztva, csak így megmutatom, hogy mi van benne. Nekem is van ilyen szettem, tavaly kaptam a férjemtől születésnapomra, illetve nem pont ugyanilyen, de hasonló. Én nagyon szeretem, én ezzel aprítom a diót, a kekszet, a hagymát mindig, a almát, sárgarépát, húst is lehet vele aprítani. Szóval nagyon-nagyon hasznos dolog, hogyha valami krémlevest készítek, vagy valamit csak így a botmixerrel össze kell, mondjuk a múltkor egy szószt készítettem a húsra, és azt is botmixerrel kellett a recept alapján, na mindegy. Szóval ez az én felajánlásom, amit szívesen el fogok nektek postázni, teljesen mindegy, melyik országban vagytok, volt már a csatornámon nyereményjáték, akkor valaki Szerbiából volt a szerencsés, akit kisorsoltam, és megnyerte az ajándékot, az akkori ajándékot, és ő is megkapta természetesen, úgyhogy a világ bármely részéről játszasz, meg fogod kapni az ajándékot, amennyiben ugye teljesíted a feltételeket, hogy feliratkozol, lájkolod ezt a videót, megosztod, és ide a videó alá, vagy az előző videó alá odaírod, hogy májusi nyereményjáték. Sorsolás! Sorsolás május 20-án lesz, és majd az azt következő videóban, vagy nem tudom még, most nagyon rosszul érzem magam, de meg fogja tudni a szerencsés nyertes, hogy ki is ő. Szóval ezt akartam még nektek elmondani, meg elköszönni, befejezni ezt a videót. Az a szerencsém, hogy az előző héten már összevágtam ezt a videót, csak ez az utolsó falat hiányzott hozzá, hogy befejezzem. Többi már készen van, összevágtam, mert most nem lenne hozzá erő. Na jó van, vigyázzatok magatokra, szeressétek egymást, én meg gyógyuljak meg mielőbb. Na sziasztok, legyen szép napotok!